Családi és pálya orientációs napot rendez holnap a Református Általános Iskola és Óvoda Diák Önkormányzata. Az esemény biztonságos lebonyolítása érdekében lezárják a Kazinci utca érintett szakaszát, vagyis a Kossuth tér és a Szív utca közötti részt. A lezárás szombaton reggel 6 órakor lép életbe, és szombaton 17 óráig tart. Fontos, hogy a rendezvény időtartama alatt az érintett lakosság Zsák utcaként kétirányú forgalom lebonyolításával és a polgárőrség irányításával használhatja a Kazinci utca érintett szakaszát. Kérik, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait.